Idén összesen 600 millió forintot osztanak szét a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek, közölte a Szabadszatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági felügyelője. Leskovics Zoltán hozzátette, a megyéből 30 csapat pályázott és valamennyi nyert. Néhány ezer forint hiány, 20 millió forint értékben érkeztek ezek az eszközök. Reményeink szerint hűen fogják tudni szolgálni a beavatkozások, a műszaki mentések és tűzesetek során a szakmai munkát, tehát szaktevékenységhez vannak ezek rendelve, és meg kell említeni, hogy nem csupán eszközök voltak ebbe a pályázatban, hanem más lehetőségek is voltak, szertárépítés, felújítás, oktatásokkal kapcsolatban felújítások, gépjárműfecskendő, különböző berendezések felújításához is lehetett pályázat forráshoz jutni. Az önkéntes mentőszervezetek Szabadszatmár-Bereg megyében közel 6 millió forint értékű támogatást nyertek el a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt idejévi pályázatán. A polgári védelmi felügyelő kiemelte, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület képviselője GPS nyakörveket feltett át, amelyekkel eltűnt személyek keresése végezhető nagyobb hatékonysággal. A megyében 15 pályázatot adtak be az önkéntes mentőszervezetekben szerepet vállaló civil szervezetek, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, mintegy 26,5 millió forint értékben. A megye veszélyeztetettségét, nagyságát figyelembe véve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság döntött az odaítélt támogatásokról, mely alapján 6 szervezetet közel 6 millió forint értékben támogattak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mentőcsoportok és az önkéntes tűzoltó egyesületek által elnyert eszközök, mentőhajók, kisbuszok vagy éppen nagy teljesítményű áramfejlesztők jóval hatékonyabbá teszik a mentőszervezetek árvízi védekezési, vízimentési és kutatómentő tevékenységét.